Lezárult a 2,5 milliárdos távhőfejlesztési beruházás Pécsen. A fejlesztésről tartottak tájékoztatót a szolgáltató irodaházában kedden. A munkálatok 3 részből álltak. A legjelentősebb, hogy a szakemberek megszüntettek 10 korszerűtlen tömbhőközpontot. A helyettük beépített 74 korszerű kisebb hőközpont már csak egy-egy épületet vagy lépcsőházat lát el. Így a fűtési rendszer sokkal rugalmasabban tudja teljesíteni a fejlesztésben érintett, mint egy 7000 lakó igényeit. A második új fogyasztóknak a csatlakoztatása a távhőrendszerre, a harmadik pedig sajnos a legkisebb, az pedig vezetékszakasz korszerűsítés. Mind a három projekt elem gyakorlatilag illeszkedik mind hazánk gázfüggőségnek a csökkentéséhez, hiszen megújuló alapra kerültek ezek az új létesítmények, illetve hozzájárul az energiahatékonyságnak a növekedéséhez, a hőközponti szétválasztások jelentős energiamegtakarítási lehetőséget biztosítanak mind a társaságnak, és ezáltal pedig a felhasználók számára. Jelentősen növelték az új fogyasztók számát, ezzel pedig tovább csökkent a város levegőjét szennyező kémények száma. 21 új fogyasztó csatlakozott a rendszerhez, nagyságrendjében ez egy 8 megawattos nagyságrend. Ez egy baranyai kisebb város, mondhatnánk azt, hogy ne akarjuk megnevezni, hogy Mohácsnak a nagyságrendjével azonos. A távfűtésre csatlakozott például az egyetem orvosi karának új szárnya, a felújított Damjanich utcai kollégium, az új vásárcsarnok, a gyárvárosi rendőrőrs és az iskola, valamint a Nemzeti Kosárlabda Akadémia. Végül a fejlesztés harmadik elemeként egy előregedett, 110 méter nyomvonal hosszúságú vezetékszakaszt modernizáltak a PTF munkatársai. A megvalósítást az Európai Unió KEHOP programja a teljes összeg felével közel 1,247 millió forinttal támogatta. A fejlesztés másik felét a távhőszolgáltató cég maga fizette.